Beszédet mondott Kovács Gábor, a Vas Albert Törzsasztal alapító tagja, akinek az író jelentős szerepet játszott életében. Ahhoz képest nagyon későn ismertem meg a műveit, viszont mind a mai napig a fejem fölött a könyvespolcon talán kis túlzása minden regénye, kis regénye, verses kötete ott található. Mit jelent? Egy igazodási pontot és igazolást arra az addig eltelt életemre, amíg meg nem ismertem őt, és utána pedig azóta egyfajta tartást. Van mihez igazítanom gondolataimat, életemet, másokhoz való viszonyomat. 1998. február 17-én elhunyt erdélyi magyar író, költő, irodalmunk kiemelkedő alakja volt. Mint Kovács Gábor megjegyezte, művei közül az 1953-ban írt 13 almafa volt az első, amivel annak idején megismerkedett. Amit egy hosszabb utazás során mellettem ülő kollégám folyamatosan olvasott, és utána én is kézbe vettem. Én addig, ez már nagyon rég volt, még Vas Albert életében, én addig nem is hallottam róla. Talán a nevét hallottam, de fel se tűnt, hogy létezik. A műveiről és annak a hihetetlen gazdagságáról, tartalmáról fogalmam nem volt. Tehát jócskán felnőtt fejjel egy ilyen baráti alkalom volt, és nekem is a 13 almafa volt a kollégám által, amivel elkezdtem, és utána nem tudtam letenni a többit sem. Az író emléke előtt tisztelegve Emese álma című mondája, illetve a Tavak és erdők könyve 6. mese című írása nyomán rajzpályázatot hirdettek, melyre idén minden eddiginél több részvevő jelentkezett. Mindösszesen 267 alkotás érkezett be, melyeket a Művelődési Házban rendezett díjkioszton jutalmaztak.